Virággal és ajándékcsomaggal érkezett Hegedűs Ágota alpolgármester, hogy a város nevében felköszöntse születésnapja alkalmából Zölei Imrénét. Nagyon sok szeretettel köszöntöm születésnapja alkalmával. Éltesse az Isten még sokáig, erőben, egészségben, és érezze jól magát itt ebben az otthonban. A 90. születésnapon a miniszterelnök és a polgármester által aláírt oklevelet is átadták az ünnepeltnek. Margit néni örömmel fogadta az alpolgármester köszöntését. A szépkorú asszony már 40 éve egyedül van. A családom sajnos már nem él. A férjem nagyon ivós volt, csavargó volt, pedig katonatisztót. És úgy, hogy külön mentünk, gyerekeket mi neveltük, és közben azok is az apjukra ütöttek. Úgyhogy egyedül maradtam, testvérem sincs. Hiába kértem anyut, hogy beszéljünk a Gólya nénivel, hogy nekünk is hozzon egyet, mikor szomszédba hozta, de hát nem hozott. Margit néni Tápió Szentmártonban élt és a mezőgazdaságban dolgozott. Mint mondta, mindenük megvolt, de mára már csak egy unokája maradt. Az ünnepelt arról is beszélt, hogy sosem volt veszekedős természetű, és a szomszédokkal is jó kapcsolatot ápolt. Az a baj, hogy nem tudom a kertet rendbe tartani, de talán majd, ha jó idő lesz, akkor hazamegyek, az megengedik, hogy otthon legyek, hogy rendbe hozzam. Úgyhogy szeretek élni, attól függetlenül, hogy nagyon rossz sorom volt, sokat kellett szenvednem, de elfelejtettem. A legnehezebb időszakon a hit és a vallás segítette át. A 90 éves ünnepelt, szeret az idősek otthonában élni, sok barátja van az intézményben. Margit nénit verssel köszöntötték a lakók. Ha meglátsz egy hullócsillagot, kívánj valamit, ma megkaptuk. Amit én tudok adni, ki nem nyithatod, de újra és újra elolvashatod. A versfelolvasás után a pezsgő és a torta sem maradhatott el. A csokis édesség mindenkinek nagyon ízlett.